húsvét egyik azon ünnepeinknek, amely bár az évek során sokat változott, mégis szinte mindenki tartja valamely régi hagyományát, vagy legalább készít valami finomságot családi körben. Kronász Margi történész muzeológus jóvoltából nyerhettünk betekintést a húsvét jeles napjaiba, szokásaiba. Nagyon fontosak a nagy hétnek az egyes napjai. Nagy csütörtökön emlékezünk meg ugye az utolsó vacsoráról, illetve Jézusnak az elárulásáról és az elfogatásáról. A néphagyomány úgy tartja, hogy a harangok ezen a napon Rómába mennek. Ez annyit akar, hogy elhallgatnak, helyettük egészen nagy szombati kereplő fog szólni a templomokban. Az utolsó vacsorát megidézve a nagy csütörtöki szentmisén megtörténik a lábmosásnak a szertartása, felidézve azt, hogy az utolsó vacsorán Jézus is megmosta a tanítványainak a lábát. A nagy hét napjait, eseményeit javarészt a keresztény hagyományok nyomán ismerhetjük meg. Ami igazán érdekes lehet, hogy a vasárnapi szentmisén a családok vittek a templomba egy kis főcsonkát, kalácsot, tojásokat, mert ekkor került sor az szentelésre, amelyet majd azt követően fogyasztottak el. Már nagy pénteken megfestik általában a tojásokat, a színes tojásokat. Ez Dunapentelére, illetve a környező településekre is jellemző volt. Nagy péntek, illetve nagy szombat itt is bőjté,nak számítottak. Ugyanakkor nagy, szombat már, nagy szombaton már kevésbé volt szigorú a liturgia. Ezen a napon elkészült a husvéti kalács, amiből gyakorta már fogyasztottak, megfőzték a sonkát is, ezt azonban majd csak husvét vasárnap fogják megkezdeni, és a húsvét vasárnapi szentmisén ételt is szentelnek, otthonról a családok visznek magukkal egy kis főt, sonkát, főt, kolbászt, tojást, különféle élelmiszereket, ezeket a szentmisén megszentelik, és utána fogyasztják el. A húsvét egyik legemlékezetesebb hagyománya a tojásfestés. A történész elmondta, a főtt tojásokat a több technikával is díszítették. Létezett az úgynevezett irókázás, mikor viasz segítségével minteztek a tojásokat. Ezen kívül volt még karcolás és maratás is, illetve az úgynevezett berzselés is jellemző volt. Az ecsetes, festékes díszítés csak a későbbiekben kezdte meg a térhódítását. Nagyon népszerű volt az úgynevezett berzselés vagy levélrátétes technika. Ekkor a nedves tojásra ráfogtak egy levelet, azt egy ritka szövésű anyagba belekötözték, és így került az egész a festőlébe, és hogyha sikerült jól összefogatni az egyes rétegeket, akkor a levelek alatt nem fogta meg a festőlé a tojást, és így adta ki a mintát. Az ecsetes festés az a 20. század 20 éveiben kezdett el elterjedni. Húsvéthoz kapcsolódóan a múzeum gyűjteményében található továbbá egy bordázott kalácsütő is. Az tárgy megidézi a húsvéti kalács készítés emlékeit.